Április 16-án van a holokauszt magyarországi emléknapja. Ma emlékezünk arra a több százezer magyar honfitársunkra, elsősorban zsidókra, cigányokra, politikai üldözöttekre, beteg vagy másokból kirekesztettekre, akiket a II. Világháború során munkatáborokban, haláltáborokban kegyetlenül meggyilkoltak. Európában Lengyelországot követően Magyarországnak volt a legtöbb zsidó lakosa. 1944. március 19-éig, a német megszállásig a magyar zsidó közösség túlnyomó többsége ugyan munkaszolgálattól sújtva, növekvő elszigeteltségben és félelemben élt, de még élt. A zsidóság vezetői tudtak Auschwitzról és a gázkamrákról, mégis azt remélték, hogy átvészelhetik a megszállás időszakát a szövetségesek győzelméig. Nem gondolták, hogy Horthy Miklós kormányzó, aki 1942 és 1944 között még Hitler nyomására sem volt hajlandó beleegyezni a zsidók deportálásába, új zsidógyűlölő belügyi államtitkárokra, Endre Lászlóra és Baki Lászlóra bízza a zsidó kérdés végleges megoldását. Márpedig ez történt. A magyar zsidóságot a háború végén pusztították el. Az országot megszálló német erők mindezt magyar állampolgárok segítségével, közleműködésével követték el. Olykorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjelölt, nem csak parancsra, s míg balhitekben itt stajtékzott tévetek, befonták életét vad kényszerképzetek. Olykorban éltem én a földön, mikor besugni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős, s ki néma volt netán, s csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték, akár a pestisest. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta szégyenében ökleit, az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. 1944. május 15-e és július 8-a között 55 nap alatt 437.402 magyar zsidót deportáltak, 95%-ukat Auschwitz-Birkenau-ba. Májusban 10-szer, júniusban 7-szer, júliusban 3-szor annyi zsidó érkezett a rámpákra, mint egy korábbi átlagos hónapban. Soha nem működtek ilyen intenzitással a gázkamrák és krematóriumok, amelyet tavasszal kifejezetten a magyar zsidók érkezésére számítva újítottak fel. Amint egy Auschwitzban megölt magyar zsidó közül körülbelül 360-390 ezeren Magyarországról érkeztek. Minden tizedik a holokauszt során megölt zsidó magyar volt. Újra és újra őket látom. A hold süt, s egy rúd mered, s a rúd alé fogva húznak egy roppant szekeret. Vonják a nőhő éjszakával növekvő óriáskocsit, testükön a por, az éjség és reszketésük osztozik. Viszik az utat és a tájat, a fázott lumpi földeket, de mindennek csak súlyát érzik. A tájakból a terhetet, csak szomszédjuk esendő testét, mely szinte beléjük szabad, amint eleven rétegekben egymás nyomában inganak. A falvak kitérnek előlük, és félreállnak. Elébük jött a messzeség, és megtántorodva visszahut. Térdig gázolnak botladozva, patipőiknek alacsony, sötéten zörrenő zajában, mint láthatatlan áram. De törzsük már a némaságé, magasban látják arcukat. Elébük jött a meg, magasban látják arcukat. Feszülten, mintha szimatolnák messze égi vájukat, mert fogadásukra már készen, akár egy megnyíló karán, kapuit vadul széteszítva, sarki kitárul a halál. Pilinszky János verse is bizonyítja, hogy a holokauszt nem csak az áldozatok és hozzátartozóik számára volt trauma. Minden lelkiismerettel bíró ember el kell, hogy gondolkozzon a közös felelősségen. Auschwitz, koncentrációs táborok emlékezete nem zsidó ügy. Nem is csak a magyar, nem is csak a németek ügye, hanem az egész európai kultúra közös kérdése. El tudjuk-e fogadni, hogy a barakok fricsein az emberek úgy cserélődjenek, mint árucikkek a raktárak polcain? Hogy a készletek feltöltése marhavagonokban érkező, precízen nyilvántartott emberekkel történjen?
el tudjuk-e fogadni a halálgyárakat, ahol csak elfordítanak egy csapot, és áldozatok milliói semmisülnek meg azáltal, hogy látnák gyilkosaikat. Üres termekben gyöngyöző falak könnyen áztatnak régnőtt arcokat. Hosszan sorjázó néma családnevek ma már csak emlékeket rejtenek. Szöges drót mögött kivégzett, meggyötört lelkű árnyemberek, méltóságokban sértett millió lélek. Jövőtől megfosztott, meddő remények. Bűnvád rettegés birkózik bennem, torkomban szorít a fájdalmas félelem, agyamban felvillan gázkamrák zaja. Merev lábakkal is menekülnék tovább. Mi vagyunk az utókor, szégyenkező állunk, ha nincs is közöttük, testvérünk, barátunk. Emberek voltak mind, férfi, nő és gyermek, hajtsunk most fejet az emlékezetnek. Sajnos a kirekesztés, a másság gyűlölete ma sem halt ki. Legyünk elutasítóak minden megkülönböztetéssel szemben, hogy soha többé ne fordulhasson elő az, ami 70 évvel ezelőtt megtörténhetett.